Június 24-én vetítették Devecserben az ismeretlen Antal József című film első részét. A Városi Könyvtár olvasótermében az érdeklődő helybeliek mellett a Somló vidékről érkezők is helyet foglaltak a közönség soraiban. Az est házigazdája, az intézmény igazgatója, Szente Takács Anna felvezetőjében szeretettel köszöntötte Jeszenszky Géza professzort és a film rendezőjét Dér Andrást. A film lejátszása előtt az Antal kormány külügyminisztere beszélt a néhai miniszterelnök családjáról, s annak a Somlóhoz és Oroszihoz való kötődéséről. Hölgyeim és uraim, én is kellemes meglepetésnek látom, nem is az idő is az, ugye, hogy nem a kánikulában vagyunk itt, de hogy valóban teltház van. Hát hogyha a másik lehetőséggel értünk volna, nem 300-at, az nehéz lett volna betölteni, megtölteni, de remélem, hogy mindenkinek jut hely, még aki esetleg később is érkezik. És hát akkor először azt gondoltam, hogy azt fogom kérdezni, vagy azt fogom mondani, hogy hát minden bizonnyal nincs itt senki, aki 28 évvel ezelőtt, 1991. június 30-án itt a Somló hegy alatt, a hegykapu melletti réten jelen volt. De körülnézve nem is biztos, hogy nincs. Tehát megkérem, hogy van-e, aki ott volt. Itt ma, ó, hát kérem szépen, hát ennyi fiatal ember van, hát ez is mutatja, hogy az évek elmúlnak, és mi kitartunk. Hát én bevallom, hogy én nem voltam ott jelen, mert valahol máshol voltam külföldön, most nem is néztem utána, hogy hol. De hát volt közöttünk egy ilyen munkamegosztás Antallal és Kantazsén közöttem, hogy abból nagyon fontos rendezvény, esemény van, ott mind a kettel ott vagyunk, de ő elsősorban a nyugat-európai kormányfőkkel, az Egyesült Államok elnökével, szomszéd országok vezetőivel találkozott, én pedig hát szintén az Európa középső keleti részével foglalkoztam, határon túli vezetőkkel, és hát persze a külügyminiszter kollégákkal az egész világon. De itt elsősorban nem is azt tartom azt a feladatomnak, hogy Antal József működéséről, életéről, jelentőségéről szóljak. Ezt a film fogja megtenni, illetve a filmnek a további részei, és ahogy látom ezt a közönséget, én remélem, hogy Dér András rendezőt rá tudjuk venni, hogy akár személyesen is jöjjön el a továbbiakra is, és a következő hónapokban a film többi részét is megnézhetjük. Ez a mai film valóban elsősorban Antal fiatal koráról, környezetéről, Somlóhoz fűződő viszonyáról szól, és hát azért is nagyon indokolt, hogy a Somló vidékről sokan itt vannak, és ha a film elnyeri tetszésüket, amiben biztos vagyok, és az érdeklődésük töretlen, akkor a további filmeket, amelyek már nem a Somlóhoz kapcsolódnak, de a Somló szülöttéhez kapcsolódnak, akkor önökkel együtt megnézzük, sőt, ha hűvösebb idők vannak, akár még nagyobb teremben is elképzelhető. Ezek szerint a sok felemelt kezet látva, hát egy tanár, mert ugye tanár vagyok alapjában véve, a tanárnak mindig öröm, hogyha sok felemelt kezet lát, de ennek alapján, hogy sokan emlékeznek, talán nem is kellene az alapokról túl sokat beszélnem, de mégis olyanról beszélnék, amiről ott a miniszterelnök beszélte csak röviden, viszont önök tartják az emlékeikben, a fiatalabb nemzedéknek pedig gyermekeknek, unokáknak és barátoknak, ismerősöknek tovább kell adni, mert attól tartok, hogy ha nem vigyázunk és ha nem örökítjük tovább, és ha nem lenne egy ilyen film, akkor ahogy az évek múlnak, nem csak hogy az ország lakói elfelejtik a múltat, a közelmúltat, és legfeljebb hát a magyar történelem többi emlékezetes szereplőjéhez hasonlóan az ember a személyen ködbe vész, és inkább tananyaggá válik, amit a tankönyvekből a gyermekeknek meg kell tanulni,
De ha ilyen filmek lesznek, és tudjuk őrizni, és továbbadjuk a Antal emlékét, akkor szeretném remélni, hogy még hosszú ideig élő lesz. Hát itt a Somló vidéken ez talán nem nehéz, de itt is fontos az, hogy az utódaink is ezekről tudjanak. Hát persze az ember itt a hegyen él, egyre kevesebben vagyunk a hegyen, bár hát szerencsére a szőlők azért megvannak, és hát a mi szőlőnket is szerencsére nagyon jó kézben a jelenlevő tornai szőlészet igazgatója, tulajdonosa fogja művelni. Tehát ha valaki megáll a most már Jeszenszky pince, az egykori Antal pince előtt, akkor ne azt nézve, hogy jó, hát ez egy parlag, hanem egy-két év múlva gyönyörű szőlő lesz, jobb lesz, mint és szebb lesz, mint korábban. Tehát itt most már igazán a közepében vagyunk. Antal József ugyan nem itt született, hanem pontosabban akkor nem is Budapestnek számított, Pestújhelyen, de igazából véve ezt merem állítani, mármint családtagként is, hogy az igazi szülőhelyének legalább annyira tekintette a Somlót, mint Pestújhelyt. Pestújhelyet az anyai nagyapja, édesanyjának az apja alapította tulajdonképpen Szűcs István, vagy az alatt fejlődött ki, és viszont ugye azt azért tudják, vagy pláne aki megfordul oroszi, ha úgy tetszik, főterén, mindenképpen a buszfordulónál, ugye ott van az idősebb Antal Józsefnek a melszobra, tehát Antal Józsefnek az édesapja Orosziban született, de ahogy éppen Antal mondta, és pont ezen a szerintem talán a legszebb beszéde, ami nagy dolog, mert nagyon sok nagy beszéde van, de ez nem csak nagy, hanem szép, gyönyörű beszéd volt, és ha az ember újra elolvassa, interneten is olvasható elég könnyen, és akinek éppen nem a két kötetes Antal összes beszéde van meg. Tehát ugye ott is mondja, hogy itt a környéken minden faluban temetőben nyugszik valamelyik ősöm. Úgyhogy ugye a család neve, török időkben kapták a nemességet, amit azt is érdemes mondani, hogy a magyar nemesség, és különösen itt a Dunántúlon, ezek nem nagy birtokosok voltak. Ezek olyan emberek voltak, akik valamikor az ősök, de a végvári katonák voltak, és hát fizetés helyett kaptak egy ármál is, kaptak egy nemesi oklevelet, aminek azért volt nem csak elvi jelentőség, vagy erkölcsi, mert ugye adómentes volt, a nemesség nem adózott, ugye mondták, vérével adózik, és egyébként ezt meg is tették, nem csak a török háborúban, hát ezt nem csak Antaltól hallottam, hanem más szerzőktől is, hogy de Antal is mindig emlegette, hogy 1848-ban több száz önkéntes ment el nemzetőrnek Kossuth felhívására, mikor Jelasics a Habsburg udvar megbízásából Magyarországot meg akarta hódítani, és az első felelős kormány, Batthyány Lajos kormányát elfogni, bebörtönözni, talán már akkor is a bitóra akarták adni. És az a 150 vagy talán még több nemzetőr, ennek a jó, hogy megörökítjük az emlékét. Antal is mindig arról beszélt, hogy ez a Somlóvidéknek a népe, és erről is ebben a beszédben is szólt, hogy milyen különleges erényeik, értékeik vannak, hogy helytálltak a török ellen. Még Napóleon ellen is hadba mentek 1808-9-ben. És hát nem utolsó sorban a 48-49-es szabadságharcban. Hát aztán akkor már nem volt, az nem önkéntes volt a világháborúban. Hát a valamennyi faluban, a temetőben vagy a főtéren ott van a hősi emlékmű, és hát szomorú olvasni, hogy mennyien a jelenlevőknek is hány felmenője, rokona neve olvasható ezeken a hősi emlékműveken. Tehát a lényeg az, hogy Antal József felmenői ezen a vidéken éltek, a család előneve Dörgicsei és Kisjenői Antal, Kisjenő vagy Somlójenő, tehát ez is jelzi azt, ugye, hogy
hogy az Antal családnak a gyökerei, mint a fa gyökerei számos Somló környéki faluba ereszkedtek le, és csak a közvetlen család élt itt Orosziban. Amit talán kevesebben tudnak, mert azért annyira nem vagyunk fiatalok, önök sem annyira fiatalok, hogy erre emlékezzenek, hogy Antal minden nyarát itt töltötte. Tehát az a ház, pince, ahol családommal, gyermekeimmel, most már három unokámmal sok-sok szép napot töltünk, ezt a házat vette, részben építette az idősebb Antal József, mert maga az igazi régi Antal pince az följebb van a hegyoldalban. Hát Modori Laci tudja, hogy hol van ez a pince, mert ő egy másik rokon leszármazott, a Dániába szakadt sörétorvos Zsuzsi vette meg azt a pincét, és gyönyörű helyre lett állítva. Tehát úgy látszik, annyira erős ennek a hegynek a vonzó ereje, hogy még második, harmadik, negyedik nemzedékek is, akik már réges-rég nem élnek itt, legfeljebb gyerekként otthon hallottak róla, mint sörétorvos Zsuzsi is, de mégis ide visszajönnek, és Dániából minden évben többször is elautóznak, vagy elrepülnek ide, hogy dolgozzanak. Mert az is tudjuk, hogy aki ma már, ha nem is műveli maga a szőlőt valaki, de itt ha van itt egy háza, van birtok, terület, akkor ez nem nyaraló, hanem ez munkára született. Antal József gyerekkorában persze azért nem elsősorban kemény munkát végzett, bár az sem áll tőle távol, hanem itt gyerekeskedett. Itt töltött a nyarat, és itt voltak az első barátai, vagy hát nem a pestújhai, hanem a itteni hegyi barátai. Lova volt, ahogy tudjuk, vagy hallottam tőle is, és hát nyilván akkor sokkal több gyerek volt itt nyaranta a hegyen, úgyhogy a feleségem erről többet tudna mondani, ő csak egy térműtét miatt nincs most itt, de tehát a családi ebédeknél, meg vacsoráknál szerintem nem volt olyan alkalom, hogy a Somlóról ne került volna szó, és talán ismerős mindenkinek az, hogy ha valaki elkerül is a szülőföldről, azért mindig visszavágyik, és ha teheti, vissza megy, amíg vannak ott rokonai, barátai föltétlenül. Tehát maga az, hogy Antal József mennyire sokat szólt, beszélt a Somlóról, ez is jelzi, hogy ő mennyire somlóinak tekintette magát. Az egy külön történet, és erről nem kell most úgyis idő beszélni, és tulajdonképpen vigyáznom is kell, hogy ne én beszéljek, hanem a film fog beszélni. Tehát ő Antal aztán a 56-os forradalomban való részvétel, és az édesapjával itt Devecserben és a többi községben mondott beszédei miatt jobbnak látták, hogyha nem jönnek vissza. Hát amikor a 50. évfordulóra emlékeztünk, és részben itt, részben pedig itt a főtéren, az új emlékműnél, ott szóba került ugye az is, hogy, és hát az erről szóló könyvek, Vackó László könyve és másokból is, hogy hát a megtorlás is milyen volt itt. Hogy azok az emberek, akik a forradalomban itt éltek és aktív szerepet vállaltak, és nem egy esetben megmentették az utált pártitkárt és az egyéb besugó gyanús embereket. A fizetség az volt, hogy ezeket lefogták, megverték, van, akit halálra kínoztak vagy felakasztottak. Tehát ez volt az a fő ok, amiért a két Antal 56 után nem járt ide-vissza, de a ház megmaradt, és hát a bor is érkezett, úgyhogy én még középiskolás koromban Antal József tanítványaként ízleltem meg először a somlói bort, és úgy látszik eredményes volt, mert van egy fiam is, úgyhogy tehát a somlói bornak a hatását is megtapasztaltam.
No hát akkor azt gondolom, hogy itt nem kell tovább beszélni arról, hogy Antal számára milyen jelentős a Somló, és hát biztos, hogy a nem leírt végakarata is úgy szólt, hogy ahogy az édesapjának is somlói kőből, bazaltból van a síremléke a Farkas temetőben, az ő Fiumei úti nemzeti panton nevű sírján is vannak somlói emlékek, és hát főleg az, hogy ő számára a sírban is biztos, hogy a somló az egy olyan, amire ha lehet emlékezni a túlvilágon valamire, akkor erre vagy a meghatottsággal emlékszik. Amit röviden, talán mégis a mai alkalommal el kell mondani, a film előtt, és mondom, részben abban a reményben, hogy majd egy film, a további filmek részt én is többet tudunk meg Antal életéről, hogy joggal lehetnek rá büszkék a Somlóról, Somló vidékén élő, vagy innen származó emberek, mert Antal, most már nyugodtan elmondhatjuk, és nem elfogultság szerintem talán én részemről sem, hogy a nagy magyar politikusok, nagy magyar államférfiak sorában van. És hogyha csak az elmúlt 30 évre tekintünk vissza, az biztos, hogy a rendszerváltozás nem hozta meg azt, amit reálisan vagy irreálisan szinte mindenki remélt. Mert ugye a diktatúrát elfelejteni, könnyű elfelejteni. Örülni, hogy nem kell félni. Örülni a szabadságnak, az nagyon könnyű, meg természetes, ugye, hogy a levegőnek is csak a hiányát veszük észre. De a remélt jólét, ugye ezt mi nem ígértük, és Sütő András szavait idézve, ugye anyám könnyű álmot ígért, mi nem ígértünk könnyű álmot az országnak, de azt ígértük, és ez megint Antalnak itt a hegykapu réten elmondott beszédében van, hogy néhány nehéz év után ő joggal remélte azt, hogy az ország népe is érezni fogja azt, hogy jó úton vagyunk. És én mindig azt szoktam magyarázni, hogy nem egyszerűen azon kell bánkódni, és azt kell megállapítani, hogy hát tragikusan korán halt meg egy szörnyű betegségben. Nem önmagában véve a korai halála a nagy tragédia, hanem az, hogy megbetegedett, hogy ezt a ráknak ezt a formáját, ezt a non-Hodgkin limfómát akkor észlelte, amikor éppen megalakult a kormány. És tulajdonképpen talán a halálájában is szerepe volt ennek, hogy egyszerűen nem engedhette meg magának az, hogy most ezzel a betegséggel foglalkozzon. Tehát ez májusban volt ugye a kormányalakítás, április-május a kormányalakítás időszaka. És akkor már érezte a hónalja alatt ezeket a duzzadásokat, a nyírokért duzzadásokat, amik ennek a kornak a jelei. Hát az, hogy pontosan miről van szó, nem tudta, de mint ő ugye a kommunizmus 50 utáni időszakát nem taníthatott, mi voltunk az utolsó tanítványa és eltiltották a tanítástól is, hanem orvostörténészként, az Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár létrehozója és kifejlesztője volt. Tehát sok-sok orvosi kapcsolata volt, és magának is volt érzéke a gyógyításhoz is, mint szerintem minden vidéki embernek, és tudta, hogy ez nem egy múló dolog, de egyszerűen csak belegondolunk, hogy amikor a kormány megalakítása után az országot képviselni kell belföldön és külföldön. Ugye ez nem egy kormányváltás volt, nem egy szokványos vagy egy új ember jön, hanem tényleg egy rendszerváltozás volt, ami azt jelentette, hogy egy lazuló, enyhülő, de mégiscsak diktatúrából egy több pártrendszerbe mentünk át, egy olyan rendszerbe, ami Magyarországon egy tökéletes formában, igazi formában soha nem volt. Ugye hosszú ideig nem volt általános választójog, csak az első világháború után, és igazából 1939 volt, amióta általános választójog van, nőkre is kiterjedve. Azután nem volt olyan több pártrendszer, ahol komoly vetélkedés van.
hiszen a Horthy korszakban gyakorlatilag egy domináns párt volt, és a többi, az ellenzéki pártok éppen csak pár képviselő bejutottak a parlamentbe. És hát még a egyébként nagyon sok szempontból való joggal, nosztalgiával visszatekintett boldog békeidők a dualizmus korszakában is, ott is a szabadelvű párt, a Tiszák pártja volt évtizedekkel keresztül a kormányzó erő, és az ellenzéki, függetlenségi párt esélyen sem volt győzni. Nem is nagy baj lett, amikor egyszer véletlenül mégis győzött 1905-ben, mert ugye ők a függetlenségi párt a dualista rendszert nem fogadta el, és ebből nagyon sok probléma volt. Szóval a lényeg az tehát, hogy egy új politikai rendszer és egy visszaállítandó gazdasági rendszer kellett megalapozni. A kapitalizmus, mint szó, nem nagyon rokon szembező. De azt mondjuk, hogy piacgazdaság szemben azzal a gazdasággal, amit ugye command economic, parancsuralmi gazdaságnak szoktak nevezni, amire még a jelenlevők emlékezhetnek is, hogy a 50-es évek elején a beszolgáltatás. Erről is egy Antal vonatkozás, hogy említsek, hogy miután egy idősebb Antal József szőlő birtokos volt, a beszolgáltatási rendszer idején mindenkinek nem egyszerűen abból kellett valamit beadni, amit termelt, hanem ugye ez a tipikus fentről szépen kitalált rendszer, hogy mindenkinek a földterülete arányában kellett adott mennyiségű búzát, adott mennyiségű tyúkot, tojást, mifel egyebet beszolgáltatni. Úgyhogy a feleségem, aki ugye akkor kislányként már emlékszik ezekre, emlékeznek, hogy a nagyon gyér ellátottságú piacon drága pénzen kellett azt a tojás mennyiséget az Antal családnak megvennie, amit köteles volt a szőlője után begyújtani, beszolgáltatni. Tehát ezt a rendszert senki sem szerette, hát az 56-os forradalom is azért tudott így kitörni egy pillanatok alatt, és viszont piacgazdaságot teremteni 45 év után, vagy 40 év után, hát ez olyasmi, amiért különböző hasonlatok vannak, hogy tojásból könnyű rántottát csinálni, de rántottából tojást csinálni? Hát körülbelül az volt a piacgazdaságot megteremteni a kommunista rendszer után. Szóval ennek az időszaknak nem csak, hogy megfelelt Antal József, hanem a nép a halálakor érezte meg. Az a 500 000 ember, aki a parlament előtt kígyózott éjjel-nappal, három napon át, hogy a koporsó előtt elbúcsúzzon, akkor megértette. Külföldön pedig kezdettől fogva, ha ő megjelent és elmondott pár szót, a kormányférfiak, miniszterelnökök megértették azt, hogy itt egy olyan ember valakinek nem csak a saját országával kapcsolatban van mondani valója, hanem egész Európával, egész világ helyzettel kapcsolatban. Én sokszor írok, vagy tanulmányokat, vagy beszél, nem kell, hogy interjúkat adok, és azt, amiről ma sokat beszélek, talán túl sokat is, a migráció, a bevándorlás. Ő 90-es évek közepén, pontosabban 93-ban halt meg, a 93. A szeptember 1-én, 2-án volt egy nagy nemzetközi konferencia itt Budapesten, az Európai Demokrata Unió kormány és államfők vettek rajta részt, és ott ezekkel ott a kollégái előtt beszélt arról, hogy a jövőben az észak-dél konfliktus, a gazdagabb és a szegényebb országok, a fejlett és a fejletlen világ konfliktusa még milyen nehézséget, milyen válságokat fog okozni, és úgy mondta, hogy az iszlám fundamentalizmus lehet a 21. század bolsevizmusa. Tehát mondhatjuk azt, hogy megérezte, hanem a meglévő tendenciákból előre tudta vetíteni nem a jövőt pontosan, hanem a különböző veszélyeket. És hát persze arról is sokat beszélt, hogy a visszarendeződés veszélye. Nem azt hiszte ő, hogy mondjuk Kádár föltámad a sírból és visszajön, még az sem, hogy a
Grósz Károly, aki még 88-ban még fehér terrorral fenyegette, hogyha nem ő marad az ország élén, hanem az a mentalitás, ami 40 év alatt sajnos törvényszerűen kialakult, hogy a felelősséget az emberek nem nagyon keresik, nem is szeretik, hanem a kapcsolatrendszer. Aki belépett az állampártba, annak volt jó állása, annak volt magasabb fizetése, az hozzájutott olyan árukhoz, amihez az átlagember nem. Tehát én ezekben látom ma is, hogy a visszarendeződés veszélyét, és hát természetesen az is, hogy ha a demokrácia sérül, hogyha a parlamentben nem az a élénk vita szellem érvényesül, mint ami Antal alatt. Az is hozzátartozik talán az egyéniségéhez, hogy még a betegsége ellenére is a parlamentben, ha csak tehette, a komoly vitákon jelen volt, felszólalt, interpellációkra személyesen válaszolt. Úgyhogy ha az ember az ő miniszterelnökségét így az emberi oldalról, hogy egy embernek mit jelent ez a kötelesség, ez a felelősség érzet, akkor megint csak Antal József nagyságát látjuk. És az utolsó momentum, amire itt szólnék, az, hogy ha ő az egészségével, az életével törődött volna elsősorban, akkor 93. decemberénél biztos, hogy tovább él. Ha például lemond, és akkor az orvosok is megmondták neki, hogy ezzel a korral ezt lehet gyógyítani, sőt, hát meg is lehet ebből gyógyulni, de ez egy rendkívül erőteljes beavatkozásokat igényel, kemoterápiát igényel, ami jóval többen jár, mint az ember haja kihullik, ami ezt kiülő újra. Hihetetlenül letaglózza az ember, úgyhogy egy ilyen kemós kezelés után egy átlagember 2-3 napig föl se tud kelni az ágyból. Antal pedig órákkal a kezelés után vagy ott volt a parlamentben, vagy ott volt egy vitán, az MDF belső vitáiban is ilyen állapotban vett részt, és győztesen vett részt, éppen Csurka ügyben, ennek személyes tagja is voltam. Tehát lényeg az, hogy ha az egészségével törődött volna, vagy akár csak átadja a napi ügyeket a kormány a más tagjainak, és hát ő csak miniszterelnökként elnököl az üléseken, akkor biztos, hogy tovább él. De ő ezt vállalta, hogy nem tudta, hogy menni él, és biztos, hogy remélte, hogy tovább tud az ország ügyeit vinni, de az ország érdekében, a rendszerváltozás végigvitele érdekében maradt a helyén, és állt helyt az utolsó pillanatig. Hát ez a film most nem erről fog szólni, hanem arról, hogy hogyan, hol nőtt föl, és hát milyen, a film is csak részben tud utalni arra, hogy milyen hatások edzették őt meg, hogy így tudjon helytállni. Még egy megjegyzést teszek, csak ez egy kicsit személyes is, hogy a film elején is szerepelek egy talán nehezen érthető kis megjegyzéssel, ugyanis Antal nem az az ember volt, aminek a külvilág, főleg hát az ország lakói hitték, hogy egy kicsit merev, hosszú mondatokban beszél, és nagyon komolyan veszi a feladatait. Ő egy hihetetlenül szellemes, élénk, és nem azt jellemző, hogy vicceket mesél, bár azokban is tartalmas, jó vicceket nagyon szerette, és egy ilyen viccre utalok arra, hogy ő annyira nem félt, soha nem használta az elvtárs megszólítást legfeljebb ilyen gúnyosan, hogy az elvtársak. És egy ilyen eset volt, hogy a kollégákat, orvostörténészeket, orvosokat tréfált azzal meg, hogy írt egy levelet, szeretett ilyen leveleket írni Habsburg Otto nevében és az ő aláírásával, például a feleségemet figyelmeztette, hogy a családban a túlsúly egy veszély, és azt mondta, hogy tempora mutantur, nem tempora, hanem tempora mutantur, hogy ilyet, és ezt Habsburg Otto, mint írta volna a feleségemnek az levelet. Hát ilyen volt, hogy
egy levelet írt kollégáknak, hogy Brezsnyev elvtárs erotikus érmeket gyűjt, és hát ő felszólítja, hogy nézzenek körül a gyűjteményeikben, mert hát ezeket be fogjuk gyűjteni, úgyhogy erre utal az, amit talán különben nem értedétek. A dokumentumfilmben a fiatal évek, a családtagok, tanítványok mellett megszólaltak olyan emberek is, akik személyesen ismerték az idős Antal Józsefet, s dolgoztak nála a hegyi szőlőjében és pincéjében. Alkalom nyílt arra is, hogy a nézők a film készítőjének kérdéseket tehessenek fel. A közönség ígéretet kapott a szervezőktől, hogy az elkészült részeket is elhozzák Devecserbe.